Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet műsorunkkal, amelyben mind megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 9. tavaszi hazai meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat. 9 pontos előny szerzett a Győr ellen a Nyíregyháza Blue Sharks. A 4. helyen végzett a bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. 9 játékos távozott a kisvárdai női kézilabda csapattól. 2 érmet szereztek az NVSC kardívói az országos bajnokságban. Nyíregyházán készült az ungvári meccsre a magyar öregfiúk labdarúgó válogatott. 9. hazai tavaszi bajnoki meccsét is megnyerte a kisvárdai futballcsapat, így a feljutásért játszott az utolsó fordulóban. Vasárnap a Cegléd látogatott a Várkerti pályára, és a hazaiak 2-0-ra legyőzték a vendégeket. Mindegyik mérkőzésünk nehéz volt, de nagyon jó tavasz zártunk hazai pályán. 9-ből 9-et nyerni, nem hiszem, hogy van olyan csapat, aki ezt megcsinálta. Hazai pályán azt gondolom, hogy a szurkolóink meg a szimpatizánsaink nagyon elégedettek lehetnek, mert én sem emlékszem ilyen teljesítményre. A korábbi 7 éve vagyok itt, egyetlen egy szezonban nem. Rá még az NB3-ban sem, amikor följutottunk egy nagyon erős csapata. És hát ez a meccs is, főleg annak tudatában, hogy nagyon-nagyon kell a 3 pont, nehéznek ígérkezett, de hál' Istennek sikerült a meccs elején már megnyugtató gólt szereznünk. Azt követően meg nagyon sok lehetőségünk volt, rá kellett volna rúgni a másodikot, és akkor eldől a meccs. A második részben pedig kockáztatott egy picit a Cegléd, mi is inkább már az eredmény tartására törekedtünk. Ekkor eljutottak a 16-osunkig, de helyzetet nem tudtak kialakítani. Majd itt az utolsó harmadban volt egy lövés utáni kapufájuk, egy távoli lövés. Én úgy érzem, hogy megfelelően blokkoltunk, sajnálom, hogy nem vittünk végig több jó kontrát, mert a középpályáról el tudtunk indulni, csak már a játékosok a meleg hatására, illetve az első fél időben nagy energiát fektetünk a meccsbe, annak hatására már nem tudtak odaérni, illetve nem tudtak jó megoldást választani a támadó harmadban. Majd a cseréknek köszönhetően egy picit megfrissültünk, és jött is a második mindent eldöntő gól. Én úgy érzem, hogy azért a sikerén nagyon sokat dolgoztak a gyerekek, és meg is érdemeltük, és hát valóban ez a 9-ből 9-es, ez egy páratlan teljesítmény, és ennek örülhetünk is. Amikor beszélgetünk, még tart a Puskás Akadémia Balmazújváros meccs, de az biztos, hogy a Kisvárda sorsa a saját kezében van, az utolsó fordulóban ki lehet harcolni a feljutást. A héten mivel kell többet foglalkozni, a fejekkel vagy a testekkel? Mindkettővel. Nagyon ki vannak facsarva. De az erőtartalékaikat maximálisan elővették. Természetesen a héten is már nagyon sokat foglalkoztunk mentálisan a srácokkal, és a héten is meg fogjuk ezt tenni. Nagyon-nagyon nyomás rajtuk, nagyon szeretnék a második helyet, de ha véletlenül harmadik lesz, akkor sem fogunk összedőlni, mert ez egy remek teljesítmény, amit eddig mutattunk. Ugyanakkor, ha már itt vagyunk, szeretnénk bemenni az ajtón. Meg fogjuk oldani, biztos vagyok benne. Egy nagyon jó meccsre lesz majd kilátása a kilátogató szurkolóknak, és bármi lesz a Puskásnak a végeredménye, a legfeljebb arról dönthet, hogy másodikról vagy harmadik helyről vívjuk ott a csatát, mi egyértelműen győzni szeretnénk majd ott. Jobb lenne, ha most a meccs vége X lenne, vagy kikapna netán a Balmaz, mert akkor a döntetlenből indulhatnánk ki taktikailag, de egyértelműen a döntetlenre játszani öngyilkosság, ezért ott is egy hasonló felfogást fogunk majd elővenni, mint itt. Én úgy érzem, hogy az utolsó meccs az egy méltó lezárása lesz ennek a 17-es, 16-os, 17-es szezonnak. A két csapat tabellán elfoglalt helyezését és a Kisvárda tavaszi szereplését tekintve gyakorlatilag érvényesít a papírforma. Lett volna, vagy lehetett volna több a Cegléd számára ebben a meccsben? Én úgy gondolom, igen, mi úgy jöttünk ide, hogy legalább egy pontot szeretnénk szerezni. Mérkőzés elején rögtön eldőlt, hogy ez nagyon nehéz lesz, sőt, nem úgy alakult, ahogy ezt mi terveztük. Úgy is ment a mérkőzés tovább. Kicsit följavult a játékunk, stabilizáltuk a csapatot, stabilizálta magát a csapat. Az elején elég megilletődötten, illetve nem is tudom, hogy félénkkel játszottunk. Ez eredményezte a gólt is, nem volt összhang a védelem és a középpálya között sem. Később rendeződtek a dolgok, egy-két lehetőségünk adódott. Egyébként a Kisvárda végigurulta a mérkőzést, úgy gondolom. Utána pedig a kiállítás után pedig mindent feltettünk egy lapra, célfutballt játszottunk, és kaptunk még gólt, így eldőlt az egész. Úgy tűnik az utolsó forduló dönt majd a másik feljutó személy és a kiesők személyéről is. Milyen esélye van lehet a Ceglédnek a bennmaradásra? Az esély megvan mindig, és a remény hal meg utoljára, tehát mi úgy vagyunk, hogy meg kell jönni a Sopront, és utána jön a Matek. Ki tudja, hogy többi csapat hogy játszik, a Csákvár, illetve a Kozámislány. Mi mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ez legalább rajtunk nem olyan, mi
ha úgy, akkor tiszta lelkiismerettel zárjuk ezt az évet. 8 győztes tavaszi hazai meccs után a 9. mérkőzés előtt volt valamilyen nyomás a csapaton, hiszen nem csak a hibátlan mérleg megőrzés, hanem még a feljutás esélynek megtartása is volt a tét. Hát biztos mindenkinek megfordult a fejébe, ugyanúgy készültünk a héten, ahogy eddig, mi ugyanúgy vettük a Cegléd-et, mint akármelyik mérkőzést, hogyha Puskás ellen készültünk ugyanaz, mindenki ugyanúgy oda tette a héten magát, ahogy kell. Szerintem mindenki a pályán is oda tette magát. Viszonylag korán jött az első gól, ez azért gondolom mindig megnyugtatja a csapatot. Hát persze, ez mindig így van, minél előbb rúgjuk a gólt, annál egyszerűbb azért a játék, de azért oda kellett figyelni végig, mert azért a végén tudtuk csak eldönteni a 3 pont igazi sorsát, hogy 2-0 legyen, mert a Ceglédnek is volt azért kapufája. Egy meccs van még hátra a bajnokság, ugye a Balmazújvárossal itt olyan meccset játszott a Kisvárda, hogy rengeteg helyzetet kiadott, aztán gyakorlatilag egy lehetőségéből szerzett egy győztes gólt az ellenfél. Most kiegyeznél egy hasonló forgatókövet, csak fordítva? Persze, ez egyértelmű, de hát a győzelemre megyünk, és a 3 pontot szeretnénk onnan is elhozni. 9 pontos előny szerzett az 5.-6. hely eldöntéséről szóló párhasz első meccsén a Nyíregyháza Blue Sharks. A kékcápák a Győrt fogadták, és 73-64-re verték ellenfelüket. Maximálisan elégedett vagyok, azt kértük a fiúkkal, hogy gőzs nélkül jókedvűen játszanak, mondtuk, hogy mindenki pályára fog kerülni, ugye nálam majdnem mindig 2 fiatal a pályán volt, úgyhogy maximálisan elégedettek az eredménnyel. Pontszegény indult a mérkőzés, pontszegényen végződött, a harmadik negyed végén 15 pont volt a különbség, nincs egy pici hiányérzet, hogy nem nőtt, hanem csökkent. 15 pontnál bátran be tudtuk vinni még a Vaskó Gyulcit, illetve másik 2 fiatal is a pályán volt. Én úgy gondoltam, hogy 15 pont nekünk elég a győzelemhez, szerintem elég lesz Győrben is. Most játszott először egymásra 2 csapat, mutatott-e valami olyat a Győrre, amire nem számítottatok? Nem igazán, egyébként jó mérkőzés volt, de látszott, hogy már szezon vége van. Ugye Győrbe elutazni ide az sem egyszerű, nekünk sem lesz oda elutazni egyszerű. Remélem, hogy ott is egy jó mérkőzés lesz. Először játszott egymással 2 csapat, tapasztaltál valami olyat a Nyíregyházától, ami esetleg újdonság volt, amire nem számítottál, miből nem készültetek? Láttam őket a Magyar Kupán Győrbe játszani, tudtam, hogy ilyen agresszióan és ilyen felállásba és ilyen szerkezettel fognak játszani. Próbáltunk ellenük készülni, de sajnos a sok sérültünk miatt kicsit hiányos szerkezettel, de így tudtunk sajnos ide érkezni. Én úgy gondolom, hogy a fiúk megtettek mindent, amit szerettük volna, bár ez a sok kihagyott 2 pontosért nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorú vagyok. A harmadik negyed végén 15 pont volt a különbség, aztán a végén 7 lett. Elég lehet-e ez a Nyíregyházának, vagy pedig ez egy olyan különbség, amit le tudtok dolgozni majd Győrben, hiszen ugye kuparendszerű párharcról van szó? Én úgy gondolom, hogy ez nem egy akkora különbség, amit nem lehet ledolgozni. Ezekben a fiúkban benne van sokkal nagyobb pontkülönbség ledolgozás is. Az, hogy 20%-kal 30-al dobjuk a 2 pontos zicsereket, most, hogyha azt 10%-kal tovább növeljük, vagy többet tudunk dobni, akkor én úgy gondolom, hogy ez sima mérkőzés lehet. Nagyon szeretném megfogni én is az 5. helyet, úgy tudom, hogy a Nyíregyháza is. Meglátjuk, mi lesz Győrben. Győrben ugye a női kézilabda csapat az első számú csapat, van egy női kosárlabda csapat, a futballcsapat is igyekszik vissza az NBA-be. Milyen helyet foglal a férfi kosárlabda csapat a győri sportpalettán? Én úgy gondolom, hogy kezdik megismerni. A mostani alapszakasz 3. helyezést, ahogy elértük, egyre többen jönnek ki mérkőzésre, egyre többen látogatják a mérkőzéseinket, egyre több cég felfigyel, úgy gondolom, a csapatunkra, és azon dolgozunk, hogy ez az alapszakasz 3. hely még jobb legyen, és még nagyobb eredményeket tudjunk elérni a jövőbe. A 4. helyen végzett a bajnokságban a nyíregyházi kosársuli, miután a bronzpárhasz 2. meccsén is vereséget szenvedett a Szegedtől. Farkasinszky Gyuláni együttese hazai pályán kapott ki 68-62-re. Tudtuk, hogy ugyanezen a hétvégén van a kadetteknek a B döntője, akkor azért az egyértelműsíthető volt, hogy nekünk ugye a kulcsjátékosoknak ahhoz, hogy jó eredményt érjünk el játszani kell, de még akkor is, hogyha megpróbáljuk helyek közel egyformára osztani a játszott perceket, ez akkor is azt jelenti, hogy meleg van minden nap mérkőzést játszani, és úgy kellett neki mennünk végül is ennek az NB1-B-s mérkőzésnek. Az igazság, hogy jól indult a mérkőzés, tehát ugye pillanatokon belül az Anna bedobott 2-3 pontost, utána még volt egy fault, ugye abból már 8-0-ra vezettünk, és innentől kezdve ugye azt hittük, hogy akkor milyen jól indult a mérkőzés. Csak ugyanezt történt a másik oldalon, ugye elvittük magunkat, eladott labda volt, kaptunk gyorsítást,
ugyanúgy kaptunk kintről 3 pontos, tehát is ugyanazzal a fegyverrel éltek, amivel mi éltünk az elején, visszajöttünk egy egára, és onnantól kezdve valami szinten nem találtuk ott az elején a ritmust, tehát se a támadásban, se a védekezésben. Ugye ami az előző fordulóban működött a Szegeden, hogy emberfogásra védekeztünk, az most pontosan az nem jött össze. Amikor beálltunk egy 3-2 zóna védekezésre, azzal tudtuk megfogni is igazából a Szegedet, és akkor tudtunk egy helye közeleg ára visszajönni, csak ugye el kellett kezdenünk a fiatalokat becserélni, akik tényleg nagyon tehetségesek, tényleg nagyon ügyesek, mert ugye tét szituáció volt. Ebben a szituációban ugye egy rutinos csapat ellen kellett játszanunk, és sok esetben pontosan elvittük magunkat palánk alatt, vagy nem értünk ki arra a dobásra, vagy éppen bevittük abba a csapda helyzetbe, ahol nem lett volna szabad bevinni a labdát. Hiába szereztünk előtte meg, ugyanúgy az ütemben szinte el is adtuk a labdákat. Én úgy gondolom, hogy küzdöttünk, hajtottunk, mindent megpróbáltunk megtenni a győzelemért. Per pillanat, ez most erre volt elég. Ugye hiányzott azért a kicsik közül is, akik megsérültek a kadett mérkőzésen. Ugye ha ők vannak, akkor mindjárt másabb. Tehát mégsem tudtuk őket olyan ritmusba úgy játszatni. Hát meg sajnos kevesen vagyunk, tehát ugye ezt már az évelej óta mondjuk, hogy nagyon vékony jégen táncoltunk. Sajnos a HEB kupa után valamilyen szinten szétcsúsztunk, szétestünk, jöttek a sérülések, jöttek olyan betegség, olyan elfoglaltságok, akár iskolai, akár munkahelyi, ami behatárolta az életünket. Tehát ugye a Dia is most a héten abszolút nem edzett együtt a csapattal, de a múlt héten is, tehát 2 hete például a Dia nem edzett a csapattal, emellett ugye szenzációsan kosárlabdázott, és csak arra mondom, hogy kénytelenek voltunk sok esetben az egyéni teljesítményekre hagyatkozni, mert ugye voltak fontosabb dolgok, amiket meg kellett, hogy oldjunk. Sajnos nekem is ugye voltak közben olyan országos döntők, amikor nekem kellett elmennem, akkor ugye itthon maradtak, akkor Gáborral edzettek. Tehát Isten igazából nem úgy jött össze ez a második fél évünk, ahogy mi azt szerettük volna. Ugye olyan mérkőzéseket buktunk el hazai pályán, mint a Vasas, hogy amit nem lett volna szabad. Ugye, ha a Vasas mérkőzés megvan, akkor ugye most ebben a szituációban úgy állunk, hogy kétszer játszottunk a hazai környezetben, ami vagyunk kétszer hazai pályán, minden valószínűséggel másként alakult volna az eredmény, de ugye nem mi voltunk ebben a szituációban. Sajnos ez így jött össze, nem azt mondom, hogy nem vagyok szomorú, mert szomorú vagyok, mert ez is igazából meg lehetett volna mind a két mérkőzés, tehát ilyen pici nyuvanszokon múlott az, hogy most és éppen a Szeged fog nyerni, vagy mi fogunk nyerni, ez egy sokkal kiegyensúlyozottabb volt, mint amit Szegeden játszottunk. Sajnos azokban a szituációkban, amikor be kellett volna találnunk akár kintről, de akár zicser helyzetben is hibáztunk, és ez maximálisan megbosszulta magát, tehát így a Szeged örülhetett, de hozzáteszem, mi sem vagyunk per pillanat szomorúak. Jó lett volna, örültünk volna neki. Én úgy gondolom, hogy azt, amit ebben az évben szerettem volna már elérni, hogy a fiatalok beépítése, ugyan el kellett volna kezdenem hamarabb, és akkor talán most a végjátékban másként alakult volna ez az eredmény, de most ezen a mérkőzésen maximálisan bebizonyosodott, hogy lehet rájuk számítani, be lehet őket építeni a csapatba. Én úgy gondolom, hogy jövőre nézve ez igencsak biztató lesz. A 4. helyen fejezte a bajnokságot a nyíregyházi kosárlabda együttes, összességében milyen szezonra tekinthettek vissza? A bajnokságban valóban a 4. helyet értük el, emellett azért ebben az évben van egy HEB kupa második helyezettünk is, vagy helyezésünk is, ami azért azt gondolom, hogy nagy dolog. Ha valaki a bajnokság elején ezt mondja, hogy egy ilyen fiatal csapattal ilyen helyen végezhetünk, akkor én azt gondolom, hogy ebbe mégis belementünk volna. Nyilván így, hogy itt voltunk a döntőkapujában, illetve a 3. helyért vívott csatában is, így kicsit fájó azért ez a dolog. De ha az elmúlt éveket tekintjük, akkor én mióta hazajöttem például az A csoportból, az 5 éve volt, azóta mindig legjobb 8-ban voltunk, ebből egyszer voltunk 5-ek, a többi kétszer 4-ek, egyszer 3-ok, egyszer 2-ok. Tehát ha így nézzük, akkor nem olyan vészes azért ez az eredmény, azt gondolom. Mi volt ennek a szezonnak a legnagyobb pozitívuma? Valószínűleg a HEB kupa második helyezettünk, illetve az, hogy a fiatalokat be tudtuk építeni a csapatba, és én azt gondolom, hogy ennek 2-3 év múlva meg is lesz az eredménye. Pontosan a Szeged egy jó példa erre. Ők ugyanígy 2-3 éve, az 5-6 helyért játszottunk például ugye ellenük, azt hiszem, hogy 2 vagy 3 éve. Azóta ők is, ugye, hogy a fiatalokat be tudták építeni, itt tudtak most ugye lenni, és most így ők 3. helyezést tudtak elérni. 2 érmet szereztek az NVSC hadvívói a Török Bálinton megrendezett újonc korcsoportos országos bajnokságon. A lánycsapat aranyérmet szerzett, egyéniben pedig együttesszel a dobogó 3. fokára állhatott fel. A reményeink jók voltak, mivel ugyanez a csapat, aki ezen a versenyen is elindult, a tavalyi gyermek országos bajnokságon bronzérmet tudott szerezni,
és úgy gondoltuk, hogy ezt legalább meg szeretnénk védeni, tartani ezt a helyezést, de ha lehet, akkor nyilván javítanánk. Így indultunk neki. Hogyan sikerült a verseny, hányat kellett a csapatnak vívni az aranyérmét, hiszen már tudjuk, hogy megnyertétek a versenyt. A verseny ugye úgy kezdődött, hogy voltak előtt az egyéni verseny, és másnap volt a csapat, és az egyéni versenyen már együtt Eszter jó voltából nyertünk egy egyéni bronzérmet, ez úgy azért megadta a kezdő hangulatot, és másnap a csapatversenyen, mivel mind a három lány az egyéniben olyan jól szerepelt, hogy az első helyen voltunk kiemelve, igazából először egy könnyebb ellenfelet kaptunk, ők voltak a Kertváros, az egy nagyon sima szó volt, aztán jött a kettőbe jutásért a BVSC, ő a legerősebb csapat, azt lehet mondani, a legkomolyabb mezőnyt képviselik a versenyeken, és ott 45-44-re le tudtuk őket győzni, és az aranyéremért pedig az MTK-val vívtunk, az azt lehet mondani, hogy sima volt, végig vezettünk, 45-41-re nyertünk. Az elődöntő azért talán megérdemel egy picit több szót is, hiszen nem minden nap izgalma közepette sikerült fordítani, ha jól tudom. Gyakorlatilag a BVSC azért mindig egy 2-3 tussal vezetett, és az utolsó forduló előtt 40-38-ról, ami befejező emberünk, fel tudta hozni 44-44-re az állást, és ott gyakorlatilag volt egy olyan tus, ami egy lámpa volt, és így nyertünk 45-44-re. Mit jelent a szakák számára ez az aranyérem, hiszen jól tudom, ez az első bajnoki cím? Azt gondolom, hogy az össznyíregyháza vívósportjának ez egy komoly dolgot jelent, mivel Nyíregyházán soha nem volt még a vívósport részéről országos bajnoki cím. Azt gondolom, hogy ez egy hatalmas lökés kell, hogy adjon mindenkinek, aki ezután el fogja kezdeni, illetve már űzi ezt a sportágat. Milyen verseny vár még bármely korosztályra nyári szünet előtt? A jövő hétvégén lesz a gyermekeknek az országos bajnokság, ők a 2004 és fiatalabbak, ott is jó esélyekkel szeretnénk indulni. Tavaly az újon csapattal bronzérmesek lettetek az országos bajnokságon, most milyen reményekkel indultál egyénit és a csapatot tekintve az OB-n? Most jobbra számítottam, egyéniben harmadik lettem, ennek nagyon örültem, és csapatban pedig elsők lettünk. Három mérkőzést vívtatok a csapatversenyek során, melyik volt a legnehezebb? A döntőbe jutás, a BVSC-vel vívtunk, és 45-44-re nyertünk, de úgy, hogy 44-41-re vezettek, és onnan hoztam fel. Mit érez ilyenkor egy vívó, amikor már gyakorlatilag úgy tűnik, hogy reménytelen helyzetben van a csapat, és reménytelen helyzetben van az, aki ott van a páston? Nagyon feszült volt a helyzet, de próbáltam oda koncentrálni, hogy tudjak figyelni, és sikerül. Többieknél egy évvel fiatalabban voltál részes a bajnok csapatnak. Milyen érzés egy ilyen együttesben szerepelni? Mennyire könnyebb vagy nehezebb vívni, úgyhogy azért tudod, hogy fiatalabb vagy a többieknél? Könnyebb vagy nehezebb az egyik sem, de hát feszült a helyzet, meg ugye nehéz vívni, de nagyon jó, meg ugye igazából nem látszik annyira a korkülönbség, és így annyira jó volt. Mióta vívsz, és miért választottad éppen a vívást, és azon belül a kardvívást? 5 éve vívok, és igazából csak megtetszett, meg úgy szeretem csinálni, ennyi, amiért. Mennyire jó az a társaság, aki itt van az edzőteremben az edzéseken? Nagyon jó társaság, a közösség, sokat szoktunk beszélgetni, meg a lányokkal így találkozni, meg szeretjük Béla bácsit is. Rád még vár egy verseny a saját korosztályodba, ott milyenek az esélyeid? Szerencsére nagyon jók az esélyeim, általában jól szoktam szerepelni, remélem, hogy most is jó lesz. Két könnyebb és egy nagyon nehéz mérkőzés után szereztétek meg a csapatbajnoki aranyérmet az országos döntőben. Mi az, amivel szerinted a többiek felé nőtte ez a nyíregyházi együttes? Igazából sokan félnek is tőlünk, mert viszonylag egész évben jó eredményeket értünk el, és az egyik kislánnyal a döntőben minden versenyen összekerültem, és nagyon jó asszókat is vívtunk, és az MTK-s edzők is se kedvelik, hogyha velük vívunk. Te mióta vívsz, és mit szeretsz ebben a sportágban leginkább? 5 éve kezdtem el vívni, ugye amikor alakult ez az egyesület, Béla bácsi kezdte 2012-ben, hát a barátnőm Villő, ő a legfiatalabb ebbe a bajnok csapatba. Ő hozott ide, hogy próbáljam ki, és így maradtam itt, és nagyon megfogott ez az egész. És milyen céljaid vannak ebben a sportágban? Gondolom, egy ilyen aranyérem azért még nagyobb lökést ad, mint az eddigi motiváció. Hát szépen lassan kell haladni, de nyilván mindenkinek az álma egy olimpiai érem, aranyérem akár.
9 játékos távozott az NB1-ben maradó kisvárdai női kézilabda csapattól, az utolsó bajnoki meccs után közülük Tóth Gabriellával, valamint a szerződés hosszabbító Orbán Adriennel beszélgettünk. Szépen fogok visszaemlékezni erre a 3 hónapra, amit itt töltöttem. Nagyon sokat kaptam Kisvárdától, hiszen ugye nem kaptam elég játék lehetőséget Győrbe, és itt azért egy jó 60 perces játékos voltam. Úgyhogy én boldogan fogok visszaemlékezni erre a 3 hónapra. Milyen volt a csapat a pályán, és milyen volt a pályán kívül? Én úgy gondolom, hogy pályán kívül és pályán is megértettük egymást. Tudtunk pályán kívül is egymással találkozni, tehát nem volt semmi probléma. Persze voltak klikkesedések, de hát azért ez minden csapatban előfordul. Jól emlékszem, azt mondtad, hogy a 60-70%-os állapotban vagy, mikor ide érkeztél. Most hány százalékon fejezed be a bajnokságot? Úgy érzem, hogy 100%-on fejezem be, és ez nagyon nagy boldogság nekem, hiszen nagyon sokat voltam sérült az elmúlt időszakban, úgyhogy ez most nekem jól jött, ez a kisvárdai kis túra. Visszakerültél a válogatott keretbe, gondolom a új klubcsapatod mellett az a cél, hogy állandósít a helyed a nemzeti csapatban. Ez volt most a célom, hogy visszakerüljek, és most már szeretnék bent is maradni. Úgyhogy ezen leszek, hogy stabil tagja legyek a válogatottnak. A tavaszi szezonról érkeztél a kisvárdai csapathoz, ahol kulcsember lettél értelemszerűen. Te hogyan értékeled ezt az elmúlt fél szezont, amit itt töltöttél? Igen, úgy gondolom, hogy a célunkat elértük, ugye azzal a céllal érkeztünk ide, hogy bennmaradjunk, és hát ez sikerült is. Igaz, hogy ugye a legvégére hagytuk ezt a dolgot, pedig előbb is eldönthettük volna, de ez az egész szezonra jellemző volt, hogy azért itt voltak nehézségek, de úgy gondolom, hogy azért így az érkezésünkkel is nagy lendületet adtunk a csapatnak, én úgy gondolom, és a végére már elég jó formában lett a csapat, és ráéreztünk egymásra, egymás játékára. Azért nem elég egy fél szezon arra, hogy itt tökéletes legyen, de úgy gondolom, hogy akár ezt a meccset meg is nyerhettük volna több koncentrációval, nagy hullámok voltak, de örülünk ennek az egy pontnak. 1+1 évre elkötelezted magad a Kisvárda mellett. Miért döntöttél úgy, hogy maradsz, hiszen gondolom voltak más lehetőségeid is? Voltak más lehetőségek, de most amikor ide érkeztem, akkor úgy voltam vele, hogy megnézem azért, hogy érzem magamat, de minden szuper volt, nagyon jól érzem magam, és úgy gondoltam, hogy a jövőben még itt komoly célokat is elérhetünk. Jövőre is hallom, hogy jó csapat épül, úgyhogy szerintem ott már nagyobb célok is lesznek. És remélem én is nagyban hozzá tudok segíteni így a csapatnak a játékához és a sikerekhez. Számodra még nincs vége a szezonnak, hiszen következik 2 világbajnok is elejtező. Mikor kezdődik az edzőtábor, és mit vársz a két mestről? Sok pihenő az nem lesz, mivel holnap már találkozó van Debrecenben. Június 10 és 14-én lesz ez a VB-selejtező, előtte játszunk 2 felkészülési meccset a románokkal, úgyhogy nem lesz pihenés, úgy láttam a programot, hogy nagyon sok edzés van beiktatva, de úgy gondolom, hogy ez egy nagy lehetőség, és ez egy nagy megtiszteltetés, hogy újra válogatott lehetek, és ezt ki kell használni, és úgyhogy nagyon boldog vagyok, és várom. Egy napot Nyíregyházán töltött a magyar öregfiúk labdarúgó válogatott. Gele Imre együttese kedden Ungváron lépett pályára. Ez egy nosztalgia mérkőzés lesz. 25 éve lett független állam Ukrajna, és az első mérkőzést Magyarország ellen játszották. Akkor egy nagyon nehéz első fél idő után sikerült 3-1-re nyerni a csapatnak. Most szeretnének revansot venni rajtunk, úgyhogy állunk elébe, és azokat a játékosokat hívtam meg, akik akkor szerepeltek. Jó pár játékos van ilyen, például Mónos Tamás, Telek András, a Halmai Gábor, Illés Béla sajnos nem tudott eljönni, mert sérülés szenvedett, de itt van a Détári Lajos is, úgyhogy egy nagyon jó összetételű gárdával érkezünk. Egyetedz együtt a mérkőzés előtt a csapat, mire elégez, és mi van a hangsúly ilyenkor? Mindenféleképpen egy olyan összeszokásról a régi barátok összejönnek, és a pályán belül is egyfajta csapatot alkotnak. És én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb egy ilyen mérkőzés előtt, hogy jó hangulatban, élvezettel, kellő ambícióval végezzék nem csak a mai gyakorlatokat, hanem leginkább a holnap a fellépést.
Egy futballista mindig futballista marad, egy sportoló sportoló marad, gondolom azért, ha már pályára lép, egy csapat győzni szeretne. Valóban így van, úgyhogy ez mindenféleképpen egy magunk felé egy elvárás is lehet. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az ellenfél rendszeresen jár bemutató mérkőzésekre, úgyhogy biztos, hogy nem lesz egy könnyű feladat. Meglehetősen nagy a népszerűsége annak az együttesnek is. Most álltunk össze a legjobb érzésekkel, és bízunk benne, hogy örömet okozunk mindnyájuknak. Egyike vagy azoknak a játékosoknak a mostani csapatban, akik 25 évvel ezelőtt pályára léptek a független ukrajnai első válogatott meccsi. Mi maradt meg abból a találkozóból, mire emlékszel vissza? Nekem minden, mert ez volt az első válogatott meccsem, amellett, hogy ez egy történelmi mérkőzés az Ukrán Labdarúgó Szövetség részére. Számomra is az volt, mert első meccs, első gólom, és akkor úgy minden nagyon kereknek tűnt. Lehetett érezni azon a meccsen, hogy egy frissen függetlenül vált ország első futballmeccsét játssza az ukrán válogatott? Igen, azt gondolom, akkor is az elvárás alapján egyértelműen nyernünk kellett, és így, hogy nyertünk, így is elég sok kritikát kapott az a csapat, tehát a játékunk nem volt az igazi. Jenei Imrének egy új alakuló válogatottja volt, sok új arccal. Nyilván a játék nem volt gördülékeny, de maga a hangulat szenzációs volt, ahogy fogadtak minket, úgyhogy abszolút átítatta a mérkőzést az a hangulat, ami ott körülvette ezt az eseményt. Milyen ez a mostani csapat? Ugye nem kell bemutatni egymásnak benneteket, de mégis milyen ez a társaság? Azt nem kell bemutatni, hogy ki kicsoda, mert nagyon jól ismerjük egymást, barátok vagyunk innen-onnan, de azért azt úgy nehéz összeszedni, hogy ki mikor, kivel találkozott a válogatottba, mert több csapatot felöl a mostani keret, vannak a régi nagy 86-os csapatból, meg a későbbi játékosok, akik külföldön játszottak, úgyhogy ilyen szempontból nagyon érdekes összetétel. Milyen mese lehet holnap számítani? Gála mérkőzés, azért nem mondjuk öreg függet, mondjuk az, hogy rutinos futballisták léptek majd pályára. Nagyon nehéz ez, mert ha valaki futballozott profi szinten, az soha nem felejti el azt, hogy ő nyerni akar. Úgyhogy most is volt egy ilyen félig vicces megjegyzés, hogy azért figyeljünk oda, hogy milyen eredmény lesz, hogy ne kapjunk ki nagyon, és ezen úgy felhördült a társaság, hogy az egyik vezetőnk ezt mondta, így viccesen, mert ha már játszik az ember, akkor nyerni akar. Hát ebben a korban nagyon sok függ attól szerintem, hogy az ellenfél is, és mi is korosztályba ki, hogy áll. Úgyhogy ez nagyban befolyásolja a mérkőzést. Én azt gondolom, mi komolyan vesszük, eljöttünk egy nappal előtte, együtt van a társaság, most edzés van, holnap úgy megyünk át a mérkőzés helyszínére, úgyhogy én bízom benne, hogy azért mindenki fel tud villantani egy-két olyan dolgot, amiért szerették őket a nézők. Itt elsősorban például a Détárira gondolok, aki ugye gyerekem is gyerekkori példaképpen. A meccset végül az ukránok nyerték 3-1-re. Kézilabdával folytatjuk. A nyíregyházi junior csapat végzett az élen az NB1B keleti csoportjában. Bécsi János együttese 2 ponttal előzte meg a Békés csapatát. A csapatnak a 90%-a 3 éve együtt játszik, és beérett, mint csapat. Mind fizikálisan, mind mentálisan, szellemiségbe, úgy gondolom, hogy ezzel tudtunk a fölé nőni a többi csapat fölé. Nem voltunk kiemelkedő játékosok, tehát alkati tényezőket figyelembevéve nálunk nincsenek 2 méteres hatalmas átlövők. Nálunk gyors, fürge, ügyes gyerekek vannak, akik csapatként funkcionáltak. Én úgy gondolom, hogy ez volt a sikernek a titka. Egyébként milyen színvonalon, milyen erősségű volt ez a bajnokság? Vegyes, a tavalyi év számunkra egy picit erősebb volt, hisz 1 évvel fiatalabbak voltunk, vagy 2-vel, mert a korosztályunkhoz képest, akik megnyerték a bajnokságot, ők is idősebbek voltak. Ebben az évben 6-7 csapat volt, aki hasonló erősséget képviselt, a többi gyengébb szintet hozott. Ezzel a 6 csapat játszott el lényegében a bajnokságot, és itt tényleg a pillanatnyi forma döntött egymás közt, hogy milyen eredmény születik. Mi ebből jól jöttünk ki, én úgy gondolom, hogy voltak jó mérkőzéseink, voltak kevésbé jobb mérkőzéseink, de úgy gondolom, hogy magabiztosan tudtunk nyerni minden mérkőzésen. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk 1 hét múlva, viszontlátásra!